piros bimbós állapot alakult ki, és hát ez 6-7, mínusz 6-7 foknál többet nem bír. Már ügyeztek a barackfák ezen a kisvejkei ültetvényen március elején, amikor egyik éjjel mínusz 15 fokra hűlt a levegő. A zord időjárás megtizedelte a rügyeket. A barackos tulajdonosa már akkor azt mondta, volt olyan fasor, ahol minden elfagyott. Most azt látom, hogy gyakorlatilag az egyik fajtám 100%, a másik fajtám még reménykedünk, hogy néhány rügy maradt. A márciusi fagyokat néhány héttel később tartós szárazság követte, a gazdák már akkor arról beszéltek, hogy nagyon meg fognak drágulni a piaci termékek. Nem is lett ez másként, sok zöldségféle most nagyjából kétszer annyiba kerül, mint máskor. A paprika kilója például 1500 forint körül van. Én azt látom, a zöldség, konkrétan a zöldség az, annak fölment az ára. Hát többi is egy picit, de az a legjobban úgy gondolom. Ettől függetlenül meg kell venni. Hát igen, igen. Nagyon finom húslevesből. Fölment az ősztrék ára, fölment tényleg eléggé. Hát egyik helyen kevesebb, több, de az itt tavaly szárazság is most, hogy azért, de fölmentek az ősztrék ára, elég jól. A tavaszi fagy és a nyári aszály miatt idén hamar kifogytak a hűtőházak zöldségkészletei. Ráadásul vannak termékek, mint például a burgonya, amiből a termőterület folyamatos csökkenése miatt minden évben nagyjából januárig tartanak ki a hazai készletek. Franciát hozok, és azt viszik. Úgyhogy most már rá is kérdeznek többen, hogy ugye nem magyar, mondtam nem. Pedig a legtöbb felmérés szerint folyamatosan nő a lakosság által fogyasztott zöldség és gyümölcs mennyisége, még az emelkedő árak ellenére is. A háztartások átlagosan 4 naponta vesznek nagyjából 2 kilót ezekből a termékekből.